Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a mai weekend újra két részes lesz, benne a Földnapjával, a könyvekkel, és szó lesz egy jövő héten induló új műsorunkról is. Először azonban a Forforden sikereiről beszélgetünk Bárány Kristóffal. Szia Kristóf, jó estét! Vártuk a kutyusodat is nagyon, de nem hoztad. Ez abszolút mértékben az én hibám, elnézéseteket kérem, ugyanis hát itt a forgatás ideje alatt sajnos az időjárás az megváltozott, és ezért én önkényesen felülírtam ezt, de megígérem, hogy legközelebb visszatérek, és akkor elhozom majd Borsot is, aki egy tüneményes kis jószág, úgyhogy sok vizet nem fog szavarni itt. Egyébként ennyire féltitek, hogy ha mondjuk esik, akkor ne vigyétek ki? Abszolút nem, egyébként egyáltalán nem vagyunk ilyen féltősek, csak ő egy törpe tacskó, pontosabban még attól is egy kicsit kisebb, úgyhogy az általában az ilyen vizes, havas dolgok őt érintik legelőször, így a talaj. Szegény, majd megfullad egy pocsolyában. Nos, hát de azért most nem az állattartási szokásaidról hívtunk ide beszélgetni, hanem sok minden másról, illetve elsődlegesen arról a miniszteri elismerő oklevélről, amelyet itt tartasz a kezedben, úgyhogy meg is kérlek, Kristóf, hogy mutassuk meg a nézőknek. Ez egy nagyon szép oklevél, legújabb büszkeségetek így van, amelyet nem régiben vettetek át, hát mesélj magáról a megkeresésről, illetve tudtátok-e korábban, hogy ezt meg fogjátok kapni, és mit szóltatok a díjhoz? Hát nagyon-nagyon örültünk ennek az elismerésnek, igazából most már ugye több ilyen neves kitüntetéssel büszkelkedhet a mi kis csapatunk, és már pont a minap beszéltük a fiúk, hogy nem is tudjuk, hogy számunkra melyik igazából a legkedvesebb. Hát ez az elismerés, ugye ezt professzor dr. Kásler Miklós, az embererőforrások minisztere adta át nekünk szakmai tevékenységünk elismeréseképpen, és hát ugye mindenkinek névre szóló, úgyhogy különösen örülünk. Ezen nem fogtok összeveszni. Örülünk neki, így van, hiszen az eddigi kitüntetéseinken szerepelt a Forfordance, de ez kifejezetten névre szóló, természetesen ennek is nagyon-nagyon örülünk, és nagy meglepetéssel fogadtuk, hiszen itt ezzel a pandémiás időszakban sajnos nekünk sincs olyan túl sok lehetőségünk most a tevékenységünknek a folytatására, de én úgy gondolom, hogy így az elmúlt 15 év, már lassan 20 év közelettével munkáját próbálták ezzel jutalmazni. Hát nem régiben ugye pályatársa Csanyi itt járt, és ő azért mesélt arról, hogy nem tétlenkedtetek, meg azért úgy gondolom, hogy egy táncosnak kihagyni egy bizonytalan időszakot, és edzés és tánc nélkül eltölteni, hát az ennyi szólva is felelőtlenség lenne, úgyhogy készültetek, és reméljük, hogy hamarosan színpadra is álltok, legalábbis ugye a tervek ezek mindenképpen ezek. Hogy álltok most ezzel az esztendővel? Tudtok-e már tényleg konkrétumot mondjuk külföldi fellépések vonatkozásában? Igen, hát megkeresések szerencsére vannak, hát ugye mindenkiben ugye sok a kétel, ezért általában az ilyen felkérések azok úgy szoktak így megköttetni, hogy április, vagy május, vagy június, vagy július, attól függően, hogy mikor fog rá lehetőség adódni. Van már egy konkrét fix dátumunk, július 24-én, az nem itt a környéken, hanem Jakabszálláson, azt szerintem az lesz talán a legelső magyarországi fellépésünk, de itt a régióból is több megkeresésünk van, és valóban a külföldi partnerek és megkeresések is ott vannak így az életünkben. Algériából, Marokkóból, Dániából kerestek meg minket, de pont a minap beszéltünk az Algír fesztivál szervezővel, aki már azt hiszem negyedik alkalommal szeretett volna minket kiutaztatni, és sajnos ott nem olyan ütemben halad az oltás és az egészségi helyzet, azt indokolja, hogy egy kicsit el kell tolniuk ezt a rendezvényt, úgyhogy bízunk benne, hogy talán az évnek a második felében, inkább itt az őszi időszakban már lehetőségünk lesz ezekre a külföldi utakra is. Egyébként nosztalgiáztatok? Mondjuk akkor, amikor a négy fal között voltatok kénytelenek maradni, vagy mondjuk máskor ilyenkor már fellépésen vagytok, hogy történt ez a gyakorlatban? Sokat beszélünk erről, borzasztóan hiányzik nekünk a színpad egyébként, tehát ugyanúgy napi kapcsolatban vagyunk, meg ahogy korábban Sanyi is említette, szóval mi azért próbálunk, és azért próbálunk előre tekinteni, és mindenféleképpen pozitívan tekinteni így a jövőbe. Nem töltöttük hasztalanul, hiszen egy
egy vadonatúj műsorral szeretnénk majd visszatérni, és hát reméljük, hogy itt Nyíregyházán is majd bemutatkozni. Hát ez nagyon összetett, ugye itt nem csak arról van szó, hogy bemegyünk a próbaterembe és összerakjuk a táncos koreográfiát, mert ugye mi egy komplex dologként kezeljük ezeket a produkciókat, mi felügyeljük a jelmezkészítést, magát a zeneírást, a táncos koreográfiának az elkészítését, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon tevékenyen megy ez a dolog, de azért a lelket kell egymásba tartani, és azért jó alkalmak ezek a próbák arra, hogy valóban, ahogy te is mondtad, egy kicsit nosztalgiázunk, és mindig megbeszéljük, hogy lesz még itt minden jó, és azért tekintsünk a jövő felé. Akkor nem voltak elvonási tüneteitek? Mert azért tényleg az az ember, aki a színpadról kapja meg azt a plusz, nem tudom, adrenalin löketet, vagy ami tényleg a személyiségének a teljességéhez, a sugárzásához kell, az egyszer csak így elveszít egy igen jelentős akkumulátorforrást, akkor valamivel esetleg próbálkozik. Most nem akarom, hogy itt országvirág előtt elmond, hogy nem tudom, két üveg viszki csúszott le hetente, de hát meggyűjtetlek, ilyen nem is fordult el egyébként. Egyébként nekünk mindig is az volt a csapatból, ezért vagyunk szerencsések, mert négyen vagyunk benne, és ha esetleg valaki egy kicsit mélyebb állapotban van, akkor a másik három tud bele lelket önteni. És körbetáncolja. Igen. Van egy kis csoportunk, ott szoktunk egymásnak üzengetni, telefonálgatni, és olyan sokszor beküldjük, hogy jaj, most nagyon hiányzok, és akkor próbáljuk egymásban tartani a lelket, sőt egyébként itt a tél folyamán összegyűltünk itt családostól, és volt egy Forfordász emlékestünk, ahol amennyire tudtuk. És levetítettétek a legjobb jeleneteket? Amennyire tudtuk, így a külföldi utakból nosztalgiáztunk, és tényleg nagyon-nagyon szívmelengető volt. Valamint hát itt ennek az elismerés kapcsán egyébként azt engedd már meg, hogy elmondjam, hogy borzasztó hatalmas szeretetet kaptunk így a közvetlen környezetünkből, itt ilyen nyíregyháziaktól, így országos ismerősöktől, sőt még Ausztráliából is gratuláltak nekünk az ottani barátok, és azért ez nagyon feltöltött minket, és nagyon hálásak vagyunk ennek, mert amikor megkaptuk az oklevelet, és ugye mi is publikáltuk itt a közösségben, médiába, azért az egy fantasztikus nap volt, és délután és este, mert nagyon-nagyon jó volt olvasni a sok-sok gratulációt, és ez tartja bennünk a lelket. Igen, mert a fellépéskor tapsolnak, mosolyognak, füttyögnek, tudod, hogy jó volt, és élmény volt, de amikor azért a közvetlen katarzis nincs meg, ugye a néző csak azt látja, hogy te kaptál valamit azért, mert hogy bizony sokszor akár vértizzadva is, de valami csúcsprodukcióra törekszel, és veszi a fáradtságot, hogy nem csak egy like jelet tesz oda, hanem mondjuk így most van a közösségi médián, hanem még odaírja, hogy gratulálok, az nagyon jó, főleg egy olyan világban, amikor azért a sikert azt szerintem sokkal inkább, sokan hát inkább irigylik, vagy igen, minden esetre nehezen mondják ki azt, hogy fú, de ügyes vagy, főleg, hogyha abban ugye sok munka van, hiszen azért itt kőkemény munka van abban, amit ti elértetek. Így van, és pont ezt beszéltük mi is, hogy nem csak egy ilyen sablon lájkjel volt a dolog, hanem igen, nagyon sokan szavakba öntötték a gratulációt, és jobbnál jobb dolgokat írtak, és nagyon szívmelengető volt számunkra, és ami meglepő volt egyébként, ugye, hogy sokszor így az internet névtelenségébe burkolózva, akár még rossz indulatú kommenteket, irigy kommenteket is kaphattunk volna, de egyetlen egy darab sem érkezett, és azért ez fantasztikus dolog. Hát gratulálunk szívből. Tudod, Kristóf, még arra gondoltam, hogy egyébként maga a siker ebben a világban annyira felhígult, hiszen ugye jön valaki, és elkezd mondjuk influencerkedni, és hirtelen ő egy nem tudom hány százezer ember szereti, követi, és lesi minden szavát, és azért azok a művészek, akik mondjuk évtizedek óta dolgoznak, lehet, hogy egy kicsit jogosan érzik azt, hogy akkor ha ez is siker, akkor vajon mi az enyém? Tehát igazándiból én úgy gondolom, hogy ti azért rendben vagytok a saját értékeitekkel is, és tényleg szuper a közönség visszajelzése. Hát akkor várunk titeket nagy szeretettel a színpadra, és kívánunk nektek jó egészséget, és még nagyon sok sikert, és számtalan ilyen elismerést, mint ez. Így legyen, nagyon szépen köszönöm, jó egészséget mindenkinek. Kedves nézők, most pedig nézzünk is bele a Forfordance egyik korábbi műsorába, lássuk, milyen munkáért kapták az elismerést a fiúk.
Egy kis boszorkánysággal folytatjuk a műsort. Léda Drasi, korábban a Boszorkány dinasztia könyvsorozat kapcsán volt vendégünk, kb. 3 évvel ezelőtt. Most a hamarosan megjelenő Rítusról és a nemrég kapott irodalmi díjairól fogunk beszélgetni, és hát természetesen a könyvekről, mert hogy rettenetesen termékeny író vagy. És itt ezen poénkodtunk, kezembe vettem a Lidércfény című regényedet, hogy bizony ez egy súlyos irodalmi mű, nem fogta vissza magad. Bizony így van, tehát én is ezen szoktam poénkodni, hogy még hogy azt mondják, hogy a szavaknak nincsen súlya, de hogy nem. Tehát, hogyha valaki a kezébe vesz egy ilyen könyvet, akkor az megérzi, hogy van súlya. Én pedig grafomán vagyok, ami azt jelenti, hogy ami a fejemben van, azt kiírom. Nem szoktam visszafogni magam, mert hiszem, hogy ami neki kell jönni, az jöjjön ki, és eddig a tapasztalat azt mutatja, hogy az olvasók nagyon-nagyon szeretik az ilyen 450-500 oldalas könyveket, sőt, sokszor még megkapom, hogy nem lehetett volna egy kicsit hosszabb. Igen, valószínűleg azért, mert hogyha már benne vannak egy sztoriba, és ez nagyon felkavaró, vagy izgalmas, vagy misztikus, vagy tehát mindenképpen ugye hat az érzésekre, akkor ebben jó megfürödni. Ráadásul ugye annyira hogy is mondjam, a mindennapi életünkhez képest valami nagyon izgalmas dolog, amiben főleg most, amikor olyan ingerszegénynek élik meg az emberek az életüket, szerintem jó lenne elidőzni, és olyan kár, hogy vége van, és akkor gyorsan keresni kell valami hasonló dolgot. Gondolom, hogy ilyenkor olyan is van, hogy elolvassák, vagy ugyanazt, vagy egy korábbi művedet. Ó, hogy ne. Ez egy nagyon kedves emlékem is fűződik egyébként. Tavaly előtti könyvhéten történt, mert ugye tavaly sajnos elmaradt a könyvhét, tavaly előtti könyvhéten dedikálást tartottam, és egy fiatal kislány, nem is tudom, 18-19 éves lehetett, és egy olyan kötetet hozott oda nekem, ami gyakorlatilag salátára volt olvasva. Komolyan? Ő olvasta el többször? Ő olvasta, és mondta, hogy befejezte és kezdi újra, és kölcsönadta a barátoknak, és ők is olvasták, és tényleg gyakorlatilag a fedele levált, és megkopott, és valami fantasztikus volt. Mondta, hogy veszi a következőt, mert ezt már elolvasták, és akkor kell egy másik, amit lehet adni. Amikor egyébként megszületik az ihlet, és tudod, hogy mondjuk most ez van a kezemben, bár beszéltünk a következő könyvedről is, a Rítusról, ami ugye nyáron jelenik meg, akkor amikor leülsz, akkor már megvan nagyjából a sztori, vagy közben érkezik folyamatosan, amikor már írsz, akkor jönnek a gondolatok? Tulajdonképpen egy vázlat az, ami az én fejemben megvan, de az utolsó pillanatig változhat minden. Tehát amikor megszületik a történet, ugye elkezdjük a szerkesztési folyamatokat és hasonlót, amit szükséges ugye a kiadás előtt, és van egy olyan fázis, amit úgy nevezünk, hogy előolvasói fázis, ami azt jelenti, hogy a kiadás előtt álló művet néhány kivételezett ember, szakember elolvassa, és ők visszajelzést adnak rá tisztán olvasói szemmel, és tippeket adnak, hogy lehetne fokozni az olvasói élményt, ami azt jelenti, hogy tényleg szó szerint az utolsó pillanatig változhat a történet, tehát nincs kőbevésve semmi. Nem nehéz egy írónak ilyenkor kompromisszumot kötni, mert mondjuk a te szívedben az a sztori az úgy szól, ahogy, és azt mondják, hogy hát figyelj, olvasói szemmel jobb lenne, ha egy kicsit változtatná. Hogy néz ki ez? Van egy ilyen kis alkú szituáció? Mindig van. Mindig van. Nagyon nehéz megtalálni azt a határt, amire azt mondod, hogy nem, ezt nem engedem az olvasónak. Ugyanakkor meg kell találni azt, amiről tudom, hogy igen, igazuk van, és általuk jobb lesz. Miközben meg szem előtt kell tartani azt is, hogy minden olvasó más. Lehet, hogy 5 előolvasótól 5 különböző visszajelzés érkezik, és nekem kell kiválasztani azt belőle, amit esetleg megfogadok. Tehát ez mindig az írónak a felelőssége. Rettenetesen nehéz. Ha rajta kapod-e magad azon, hogy esetleg ugyanaz a gondolatmenet, nem tudom, szimbólumrendszer, bármi köszön vissza, tehát hogy valami annyira benne van a zsigereidben, hogy az úgy mindig megírásra, vagy kiírásra kényszerít, vagy persze, kész te? Persze, tehát ez egyszerűen elkerülhetetlen. Észrevettem azt is, hogy tehát ahogy te is mondod, hogy adott dolgok visszatérnek, viszont erre is nagyon-nagyon oda kell figyelni, mert az olvasó kiszúrja, hogyha valami megint ugyanaz, tehát lehet, hogy belőlem ösztönösen jön, viszont ezt észre kell venni, és nem szabad, hogy folyamatosan ugyanazok a dolgok jelenjenek meg, mert az olvasó számára viszont mondjuk úgy, hogy unalmas lesz.
Foglalkozol a konkurenciával? Akár magyar írókkal, akár a külföldiekkel, vagy érzel-e potenciálisan veszélyt, vagy késztetést arra, hogy te jobb legyél, hogy elnézést, nehogy elveszítsd az olvasóid? Én alapvetően magammal versenyzek, tehát az első pillanattól kezdve, tehát konkurenciának nem fogom fel a többi írót, ellenben nagyon szeretem tudni, hogy ők mit írnak, hogy írnak, tehát természetesen szemmel tartom a kortársaimat, de én leginkább magammal versenyzek, tehát én nem akarok senkit se legyőzni, nem akarok senkit úgy figyelni, hogy ő most mit ért el, akkor én is azt érjem el, én magamnál akarok minden egyes könyvben jobb és jobb lenni. Akkor Adél, te most vagy írsz, vagy olvasol, ez a kettő? Mind a kettő, igen. Igen, úgy általában igen. Tehát ez a kettő, ami kitölti a napokat. És ezek a misztikus és kissé utopisztikus vonalak azért elsősorban ugye az éjleple alatt születnek. Vagy most már nappal is mindig írsz? Nappal is. Az az igazság, hogyha író az ember, akkor egy idő után, mintha minden percet írással akarna tölteni. Tehát nagyon nehéz megtalálni azt az összhangot, amikor még mondjuk a családi élet ne menjen rá, meg a baráti kapcsolatok ne menjenek rá. Nem feltétlenül csak éjjel, amikor időm engedi. Mindig. Tehát gyakorlatilag ott vagy mondjuk egy buli közepén, de közben már jár az agyad, hogy akkor ott mi van ezzel a szállal, és akkor azt látják, hogy Adél üveges tekintettel ül és bólogat, és igen, igen, ez pont így zajlik, igen. Na, egy nagyon picit beszéljünk azért a rítusról. Lehet nyilván hasonló ugye a műfaj. Kiknek ajánlod, mire készüljünk, milyen olvasmány lesz? Picit másabb, mert ugye eddig főleg a Boszorkány dinasztia révén fantasyben mozogtam, most egy kicsit úgy kikacsingatok a thriller világába. Misztikus thriller lesz, de azért mégis egy picit eltávolodom, mondjuk úgy, hogy a komfortzónámtól, ami ugye a fantasy, de ahogy az előbb mondtam, hogy szeretnék jobb és jobb lenni, nem szeretném magam beskatujázni egy zsánerben. Ezért született meg a rítus, és mindenféleképpen olyanoknak ajánlom, akik azért szeretik, hogyha éjszaka lekapcsolja a lámpát, és elmegy aludni, és akkor ott gondolkodik, hogy vagy hoppá, fél, esetleg hoppá. Nem? Nem, tehát az már ugye horror kategória lenne, de nem bánom, hogyha lámpoltás után eszükbe fogok jutni. Hány oldal van? Azért azt még arra kíváncsi vagyok. Súrolja ez is az 500-at, tehát olyan 490 oldal körül lesz, tehát olyan dinasztia kategória körül. Van olyan műfaj, ami felé még kacsingatsz, és már megvan esetleg egy elképzelésed, vagy mondjuk most ez a misztikus thriller lesz, ahol egy kicsit kibontakoztatod magad? Felmerült a kérdés, és ez pont az egyik előolvasom tette fel nekem, hogy neki nagy kedvenc a történelmi romantika, és hogy arra nem érzek egy késztetés, mondtam, hogy de. Na. Lehet, hogy a távolabbi jövőben olyan művem is fog születni. Hát egyébként szuper párosítás, amikor a grafománia, ami nem betegség, találkozik az ihlettel és a szorgalommal, és akkor az olvasók gyönyörűségére sok és izgalmas könyv születik. Gratulálunk szívből. És a díjaidról még nem is beszéltünk, de sajnos elfogyott az időnk. Ugye két díjat, egy Dugonics András díjat vettél át, illetve a másik díj pedig az Etelka díj volt. Mindkettő ugye az irodalomban végzett kiváló munkásságodnak az elismerése, úgyhogy ehhez szívből gratulálunk. Köszönöm szépen. Kedves nézők, és ha már az előző percekben könyvekről beszélgettünk, akkor folytassuk is ezzel a műsort. Ma van ugyanis a könyv és a szerzői jogok világnapja. A könyv és a könyvtárosok világnapja fontos a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár számára. Arra törekszenek, hogy az olvasók az online térben is megtalálják a számukra hasznos programokat, ezért ajánlókat készítenek a könyvek szeretete és az olvasás népszerűsítése jegyében. Bár a látogatók nem mehetnek az épületbe, de a kölcsönzés folyamatosan megoldható. A virtuális térben pedig zajlanak a kulturális események. Most, hogy pandémia van, online könyvajánlókat készítünk, elsősorban a könyveknek a megszerettetése, felhívjuk a figyelmet az olvasásra, arra, hogy minél többen forgassunk könyveket. Szerencsére, hogy igaz, hogy zárva vagyunk, és a látogatók nem jöhetnek be, de ettől függetlenül tudnak kölcsönözni, tehát van egy olyan szolgáltatásunk, hogy előre megrendelik a könyveket, a kollégák összekészítik, és itt a könyvtárunk ajtajába át tudják venni, illetve a visszahozott könyveket is beteszik egy dobozba, azt két napra karanténba helyezzük, majd utána újra kölcsönözhetővé válik. Tehát mi nagyon örülünk, amikor egy-egy ilyen jeles alkalmat ünnepelhetünk, ugye nemrég volt április 14-én a könyvtárosok világnapja,
ilyenkor büszkék vagyunk, hogy itt dolgozunk, ez a hivatásunk, ezzel foglalkozunk, amit szeretünk, és hát pandémia ellenére rengeteg belső munkát végeznek a kollégák, tehát a több mint 400 ezeres állományunkat teljes körűen ellenőrizzük, leltározzuk, eszközleltárt hajtottunk végre, digitalizálunk, és hát az online térbe helyeztük programjainkat, ilyen, ami a jövő héten indul, a 48. gyermekkönyvhónap, ezt is most online tudjuk megrendezni. Hagyományosan minden évben meghirdetünk egy rajzpályázatot, idén Berg Judit világa címmel hirdettünk meg, és a beérkező alkotásoknak az eredmény hirdetése április 26-án hétfőn 10 órától lesz. És hát számtalan programot tettünk át az online térben, ilyen a helytörténeti esték programsorozatunk, ugye április 27-én is lesz előadás, de májusban is folytatjuk. Remélhetőleg már május közepetáján ki tudunk nyitni, és akkor személyesen fogadhatjuk a látogatókat, de a gyermekkönyv hónap keretében több író üzenni fog a gyerekeknek, Berg Judit és M.K. Csor Zoltán, tehát számtalan programmal, illetve a kollégák, a mesét kedvelő kollégák olvastak fel kedvenc meséket, úgyhogy azt is majd megtekinthetik a kedves olvasóink. Akik nem tudnak személyesen elmenni a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárba, új lehetőség áll most a rendelkezésükre. A könyvtárbusz célja, hogy a kistérségekbe is elvigyék a könyvtári könyveket, és megoldást kínáljanak az utazási nehézségekre. A guruló könyvtárunk az egy kamion gyakorlatilag átalakítva könyvtárbusszá. Szép, nagy, tágas lehetőséget biztosít 3000 könyv dokumentum elhelyezésére, és elsősorban a fehérgyarmati térségben jár, tehát a legkisebb, legapróbb településekre tudjuk elvinni a kultúrát, az információt, a könyveket, valamint itt Nyíregyházán, a nyíregyházi bokortanyákon is járja az utakat, és szolgáltat. Hát most a pandémiában szintén úgy, hogy előre megkérik a kollégától a könyveket, és leadja a buszról, tehát a buszt sem szabad látogatni. Amikor nem pandémia van, akkor viszont számítógéppel felszerelt, LED TV-vel, tehát a legkorszerűbb, sikerült olyan fejlesztést is végrehajtanunk a tavalyi évben, egy olyan modern parabolát tudtunk felszerelni, ami a határmenti kis településeken is jó erősségű és biztonságos internet kapcsolatra alkalmas, úgyhogy tudják használni elektronikus ügyintézéshez is. A könyvtár célja, hogy kulturális közösségi térként is funkcionáljon az intézmény. Bízunk benne, hogy pont ezt a közösségi teret, ahol tudnak személyesen találkozni, és minden korosztály megtalálja a számára megfelelő programot, legyen szó nyugdíjasokról, egy-egy író-olvasó találkozóról, könyvbemutatóról, olvasóköri programról, de a kamaszok is, akik a Kamasz Terasz programsorozatunk keretében írók, költőknek a támogatásával, segítségével kibontakoztathatják tehetségüket, és már büszkélkedhetünk azzal, hogy van olyan kis kamasz teraszosunk, akinek jelent meg saját kötete. Illetve hát a legkisebbek, a gyerekek, a gyermekkönyvtárban nagyon jól érzik magukat, számos gyermekprogram várja őket. Bizakodással tölthet el minden kedves nézőt, hogy hamarosan a könyvtár is nyitásra kész. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, ugyanis folytatjuk a víkendet. A második részben egy biciklis kihívásról és a Földnapjáról is szó lesz. Tartsanak velünk!